Poloska invázió tapasztalható szinte az egész országban. Legtöbben a barna színű Ázsiából konténeres növényekkel érkező poloskával és a zöld színű Afrikából származó vándor poloskával találkoznak az otthonaikban. Emberre nem veszélyesek a rovarok, viszont nagy mértékben károsíthatják a növényeket és a már érett termést is. Rendkívül szapora, szúrószívó szájszervével részint a hajtásokat, részint a terméseket és a gyümölcsöket is képes szívogatni. A veszélyessége elsősorban abban van, hogy vírusvektorként van jelen. Védekezési módszer ellene a vegyszeres védekezés, ami ugye az érési időszakban, a termés érési időszakban meglehetősen korlátozott mértékben használható csak, illetve lehetne lomporszívóval védekezni, és illetve hálós lefedéssel, azonban ha ez nem szisztematikusan nagy területre kiterjedően végzik, akkor ennek nincs sok haszna. Ezek a felvételek egy puszpánk által nem régiben megtámadott buxusról készültek. Jól látszik, hogy a növényt nem kímélve a hernyók szinte egészen lerágták a bokor egyes részeit. A biológusok szerint a 2000-es évek elején egy konténeres puszpánk buxus szállítmányjal Ázsiából kerülhettek Hollandiába vagy Németországba a rovalok, melyek mostanra szaporodtak el annyira, hogy komoly kárt okozzanak Európa szerte. A fő károkozást a lárvális alkok a hernyók okozzák, a fiatalabb hernyók, inkább csak a levél hámrétegét fogyasztják el. Amikor a hernyók megerősödnek és megnőnek, ilyenkor körülbelül 4 cm-es nagyságúak, alapvetően zöld vagy sárgászöld zöld színűek egy sötét, sötét sávokkal. Ezek viszont már a fiatal leveleket, sőt hajtásokat gyakran az egész bokrot, néha egész ültetvényeket képesek tarra rágni. A szakértők szerint a folyamatos permetezéssel megállítható a faj terjedése, viszont a kemikáliák más ízátlábúakra is halálosak. A biológusok szerint az inváziót csak egy tartósan hidegtél, vagy a faj összeomlásához vezető túlszaporulat állíthatja meg.